mintha a 40 napos rekord megdöntésére készülne a természet, példátlanul sok eső esett a napokban, s a folyók, patakok nem győzik elvezetni a csapadékot. Hogy ez mennyiben érinti községünket, Ládi Balázs polgármester urat kérdeztük. Rekord mennyiségű csapadék esett a hétvégén, hogyan veszélyezteti ez a községet? Hát sajnos nekünk duplán kijut a jóból, mert a csapadék mellett, a sok csapadék mellett megjelent az árvíz is, így nem csak a árvíz ellen, hanem a talajvíz ellen is kell védekezni az üdülő területeken. A sajó várhatóan 20-a körül fog tetőzni. Ez azt jelenti, hogy a talajvíz még jobban tovább fog emelkedni az üdülő területeken, és ez veszélyezteti az itt lévő ingatlanokat. A védekezést beindítottuk 16-án vasárnap. Ekkor telepítettünk le egy nagy teljesítményű szivattyút a Tolnaitó partjára, amely szivattyú 500 liter per másodperc teljesítménnyel bír, azonban az áradás miatt, a sajó áradása miatt nagyon kis hatékonysággal tud sajnos működni. Úgyhogy a szivattyúzás ellenére a talajvíz szint tovább emelkedett. Vasárnapról hétfő reggelre másfél centit, hiába indítottuk el a szivattyúkat vasárnap délután 6 órakor, és ugye ment folyamatosan és megy folyamatosan, ennek ellenére egy másfél centis emelkedés történt. Hát a legnehezebb a talajvíz ellen védekezni, egyszerűen erre védekezési módot még szakemberek nem találtak ki. Ahhoz, hogy a lakásokat, az üttélőt meg tudják közelíteni, abban tudunk segíteni, hogy homlósállatot rakunk le, hogy az ingatlanok megközelíthetőek legyenek. Hát a pincékből a szivattyúzás szinte teljesen értelmetlen, mert amint a hátam mögött is látható buzgár, ahogyan dolgozik, oly mennyiségű talajvizet hát szállít, úgy mondjam, hogy a szivattyú ezt egyébként sem bírná teljesítménnyel, illetve még jobban megnyílnak azok a kapillárisok, amelyeken a talajvíz megjelenik. Most a sajó nyúlgátnak a védelmére kell, hogy összpontosítsunk, miután várható, mondom, csütörtök körül, szerda csütörtök körül a sajónak a tetőzése, és ez a nyúlgát, ami elválasztja az erdészeti tavat és a Tolnai tavat, ez bizony nem olyan erős állagú gát, hogy egy komolyabb árvizet megbírjon, de hát erre már volt példa 2006-ban is, amikor védekeznünk kellett homokzsákkal, mert valami hasonló várható, mint a 2006-os árvíz volt. Tehát fel vagyunk készülve rá, sajnos azt kell mondjam, hogy a talajvízzel szemben hát eléggé tehetetlenek vagyunk, a természeti erőt nem tudjuk legyőzni. Mindenesetre, amit csak lehet a lakosok érdekében megteszünk, így többek között vasárnap egész éjjel szivattyúztuk a szennyvízátemelőket, ugyanis Nagycsit Sajószöged mindhárom településről olyan mennyiségű csapadékvíz áramlott be a rendszerbe, hogy az átemelő szivattyúk már nem bírták szállítani a sok csapadékvizet. Éppen ezért kellett egy 20 köbméteres, egy 11 köbméteres, egy 8 köbméteres szippantóval rásegítenünk az átemelőknek a szivattyúzására, és ezzel tudtuk biztosítani azt, hogy a három településen azt hiszem, hogy csak éppen, hogy észre lehetett venni, hogy nem egészen úgy folyik le a szennyvíz, mint száraz időjárás alkalmával. Tehát egész éjjel dolgoztak a szippantókocsik, hétfő hajnal 4 órára normalizálódott úgy a helyzet, hogy azt hiszem, hogy a lakosok
az üzlet tulajdonosok kivételével talán észre sem vették azt, hogy milyen katasztrofális helyzet alakult ki. Tehát igyekszünk a tőlünk telhető védekezést megtenni, úgy a válvíz, mint a talajvízzel szemben. Ehhez viszont az is kellene már, hogy a természet is egy kicsit segítsen, és az esőzés szűnjön meg, de sajnos még számolni kell azzal, hogy a keddi szerdai napon még további esőzés, ahogy a meteorológia jelezte, esetleg még várható. Hát a védekezés ugye nem kis költség jár, de hát ezt be kell vállalnunk, ilyenkor félretesszük azt, hogy forintálisan ez mibe is fog kerülni, ami védekezési munkát meg kell tenni, azt elvégezzük, és a költségekkel még most nem számolunk. Egy biztos, hogy egy 330 forintos gázolaj mellett könnyen kiszámítható, hogy komoly költségbe kerül a védekezés. Tehát első a biztonság.